A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai adásban ellátogatunk az új helyre költözött napraforgóházba, szó lesz a tankötelezettség elhalasztásának módjáról, valamint beszélgetünk arról, hogyan érdemes az év elején nekiállni sportolni. Tartsanak velünk! A Szúnyog utcába költözött a napraforgóháza, amelyben a Baptista Szeretetszolgálat nyújt segítséget enyhe és középsúlyos fogyatékkal élőknek. Az intézményben 30 férőhelyet alakítottak ki, de jelenleg csak 14 fiatalt látnak el, így bárki csatlakozhat a közösséghez. A napraforgók háza ellátottjai nagyon hálásak azért, hogy új helyre költözhettek, és mindezt szívhez szóló műsorral köszönték meg. Szűcs Angéla azt mondja, szívesen jár ebbe a közösségbe, szereti a társait, a gondozóit és a foglalkozásokat, melyeken részt vehet. Itt a napközében nagyon jó emberek vannak, jó szívűek, mindent köszönök nekik is, a dolgozóknak, mindenkinek. A nappali ellátásban jelenleg 14-en vesznek részt, de a működési engedélyt 30 férőhelyre adták ki, mondja az intézmény vezetője. Reggel 7 órától fél 8-kor, attól függ, hogy ők mikor szeretnének jönni. Jönnek, és itt vannak délután 4-ig. Fejlesztések vannak, különböző programok, kirándulások, segítjük őket a mindennapi életnek, hogy tudjanak élni. A 27 évvel ezelőtt Fejérvár megyében alapított Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ egyik legfiatalabb nappali ellátást nyújtó otthona a Napraforgók háza, ahol több mint 3 éve elsősorban enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő rászorulókról gondoskodnak. Vácott, illetve Bicskén foglalkoztunk fogyatékkal élő fiatalokkal. 2007-től indultunk Bicskén, aztán néhány év múlva átköltöztünk ide Székesfehérvárra, és nagyon örülünk, hogy erre a helyszínre költözhettünk most be, hiszen az előző helyszín az egy második emeleti bérházban volt. A Napraforgók háza egy Szúnyog utcai önkormányzati épületbe költözött. A Szeretetszolgálatnak nem kell bérleti díjat fizetni az ingatlanért, így támogatják az intézmény működését. Nem önkormányzati intézmény, de székesfehérvári intézmény, ráadásul hogy szép hagyományokra tekinthet már vissza, és a korábbi helyszínhez képest nagyon örülök, hogy most a város segítségével egy jobb környezetbe tud költözni maga az intézmény, és ezáltal ez a szolgálat, ami itt zajlik, jobb körülmények között tud megtörténni. Az ünnepséget Hári Tibor, az Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ ügyvezető főigazgatója áldásmondó imádsággal zárta, majd ezt követően adták át hivatalosan az otthont. Még beadhatók az iskola kezdés halasztásához szükséges kérelmek. Az oktatási hivatalhoz azok a szülők január 18-án nyújthatják be a dokumentumokat, akiknek gyermeke augusztus 31-ig betölti 6. életévét. Sajátos nevelési igény, beilleszkedési, magatartásbeli, tanulási problémák és nehézségek. December 28-án megnyílt az oktatási hivatal azon felülete, ahol a szülők beadhatják azokat a kérelmeket, amelyek az iskolakezdés halasztásával kapcsolatosak. Ezzel foglalkozunk a mai adásban. Én Kis Dávid Renáta vagyok, vendégem pedig Oláné Wagner Erika, a Tolnai utcai óvoda igazgatója, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm a meghívást.
nagyon fontos és nagyon értékes témával fogunk foglalkozni a következő 10-15 percben. A gyerekek mindig fontos témájú témák itt a Fehérvár Televízió csatornáin is. Ugye beadhatók még ezek a bizonyos kérelmek január 18-áig, a szülők ezt elektronikus és postai úton is beadhatják. De még mielőtt rátérnénk erre, egy kicsit foglalkozzunk azokkal a gyerekekkel, akik még óvodások. Tulajdonképpen kikre is vonatkozik ez a kérelem, a szülőknek mit kell tudniuk, hogyha a gyermekükről van szó ebben a témában? Hát igazából azokat a gyerekeket érinti, akik ugye tanköteles korban lépnek, tehát abban az évben, augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Alapvetően lehetőségük van a szülőknek arra, hogy akkor ők eldöntsék és érzésük szerint ugye megbeszéljék a gyerekeikkel foglalkozó pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal, hogy ők hogy érzik, hogy gondolják, de mindig azt szoktam mondani, nyilván a szülő ismeri legjobban a gyerekét, de azért jó, hogyha a szakember is egy kicsit megtámogatja azt, amit ő gondol. Két lehetőség is van egyébként, az, hogy halasszák az iskolakezdést, illetve az is lehetőség, hogy esetleg, aki úgy gondolja, korábban is megkezdheti. Tehát erre is van lehetőség, erre is adhatnak be kérvényt, bár azért ez nagyon ritka. Hogyan induljon el ezen az úton a szülő? Jelezze az iskolaigazgatója, óvodaigazgató felé, bocsánat, hogy esetleg bármi olyan problémát vagy nehézséget észlel a gyermeken, és ebben segít az óvoda, esetleg a kérelem megírásában is, vagy ír egy papírt. Ilyenkor ezt hogy kell elképzelni? Mit tud segíteni az óvoda ilyenkor a szülőnek? Alapvetően az óvodában még nagyon szoros a szülői ház és az óvoda közötti kapcsolat. Tehát szinte azt mondom, hogy napi szintű a kapcsolat. Jellemzően, hogyha egy kisgyereknél bármilyen elmaradást, fejlődésbeli elmaradást tapasztalunk, azt már nem nagy csoportos korában tudja meg a szülő, hanem azért már jóval előtte, hiszen fél évente is mindig értékelünk, átbeszélünk dolgokat, hogy éppen hol tart a kisgyerek objektív szemmel, mert nyilván a szeretet a sok mindent előrevetít, de nem mindig a teljes tárgyszerűségnél marad. Úgyhogy azért nem éri váratlanul a szülőket, én azt gondolom, az, sőt, hát szeptemberben, mikor nagy csoportot kezdenek, akkor nyilván felmerül ez a téma, és már akkor jelezzük, hogy ezt azért decemberig el kell a lelkükben dönteni, hogy mit szeretnének igazán, és akkor így már nem éri őket váratlanul ez a döntési helyzet ilyenkor. Több szülőben talán felmerülhet ilyenkor a kérdés, vagy egy olyan félelem, ami arra sarkalja őket, hogy bárhogyan is, de hogy hadd kezdhesse meg a gyermeke azt a bizonyos tanévet, pedig nagyon fontos lenne arra fókuszálni, hogy esetleg annak a gyermeknek lehet, hogy még szüksége lenne erre a bizonyos plusz egy évre, mert hogy az érettségüket tekintve, ha jól gondolom, nagyon fontos lehet még egy év. Ez így van. Én is azt szoktam mondani, hogy nem az életkor határozza meg azt, hogy egy kisgyerek iskola készült-e, hanem nyilván az egyénisége, az egyéni fejlesztésnek a hatásai, mert hogy nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy valaki iskola készülté válik-e, képes lesz-e majd a következő szeptemberben megfelelni az iskolai elvárásoknak. Tehát minden nagyon egyedi és egyéni, mint ahogy minden kisgyermek megismételhetetlen. Tehát mindegyiknél azt gondolom, hogy az egyedi és személyiségjegyeket kell nézni, hogy ő eléri-e azt a megfelelő pszichés, értelmi, testi, szociális fejlettséget, tehát hogy az egész kis gömbölyű kerek és hogy bátran, és az ő, tehát hogy a legjobb időszakában kezdje meg az iskolát, mert ez mindenkinek fontos. Nyilván a gyerek érdeke a legfontosabb, de nyilván minden szülő is azt szeretné, hogy viszonylag problémamentesen ússza meg ezt az iskola kezdési időszakot, de ez egy nehéz döntés ilyenkor, azt gondolom. Akinek óvodában kell maradnia, azt szerintem az óvodapedagógusok azért viszonylag időben jelzik a szülőknek és átbeszélik. Ez a lehetőség most a szülők kezében van, hogy eldöntse, hogy ő szeretné-e vagy nem. Milyen jellegű problémákról beszélhetünk akkor, amikor például felmerül ennek a kérelemnek a benyújtása is? Mit tapasztal az igazgatónő, mai gyerekek kapcsán is beszélhetünk akár unblock arról, hogy milyen beilleszkedési nehézségek fordulhatnak elő az intézményben? Hát alapvetően a szociális nehézségek azok szerintem a jelen korosztálynál, amik kicsit nehézséget okoznak, az alkalmazkodási képességük kicsit a korosztályhoz képest kicsit lassabban fejlődik.
De ahogyan mondtam, igazából ez nem ebben az utolsó évben derül ki, hanem ahogy már megkezdik a közösségi nevelést, akkor már látszik, hogy ki az, aki egy kicsikét nehezebben alkalmazkodik, miben vannak nehézségei, milyen készségképesség szintű elmaradásai lehetnek, és hát nagyon nagyok az egyéni különbségek ebben, tehát ezt látjuk, szerintem tapasztaljuk a mai világban, hogy egy 3 évesre nem lehet egy korosztályi szintet ráhúzni már. Van, aki még messze elmarad attól az elvárástól, amit esetleg a szülő fejében egy ilyen gyönyörű kép él róla, hogy 3 évesen majd az ő gyereke már teljesen önálló lesz, vidáman integetve megy be az óvodai csoportba, vagy ugyanez, mikor iskolát kezd, hogy addigra úgy kerek lesz, és igazán iskolai élet lesz, és felelősség tudott. Tehát minden gyereknél az egyéni dolgait kell nézni, én azt gondolom, és úgy eldönteni. Tényleg minden gyermek más és más, mindenki egy külön egyéniség, de azért nagyon sok gyermek a mai világban nem neurotipikus. Mire kell figyelnünk nekünk szülőknek és a nézőknek, akiket nagyon érdekelhet ez a téma, mert esetleg éppen benne vannak? Mi az, amire mi szülők figyelhetünk adott esetben otthon, vagy felfigyelhetünk, már a korai szakaszban, amikor a gyermek bölcsődét kezd, vagy óvodát kezd, mi az, ami tud ilyenkor minket segíteni? Mik azok a jelek? Hát alapvetően a 3 éves kornál azért, mert egy bizonyos szinten önállóság elvárható. Tehát azt gondolom, hogy a mai szülők nagyon mindenben maximalisták, és mindenben a legeslegjobbat szeretnék megadni. Feszesek vagyunk abszolút, tényleg a gyermeküknek, és ez egyébként egy normális anyai, apai, családi attitűd, hogy a gyereknek mindent is megadjunk, csak néha nem engedjük, hogy a saját útját járja. Uh-huh. Tehát egy kicsit még azt gondoljuk, hogy még erre se képes, még azt se csinálja meg, mert itt vagyok, kiszolgálom, alá teszem, elé teszem az étet, tehát hogy egy kicsikét adjuk meg neki azt, ami egyébként már az önállóságában benne lehet. Lehet nyilván fokozatosan ezt bevezetni és próbálkozni, de összességében azért az cél mindenképpen, hogy mire egy közösségbe kerül és szocializálódik, őt neki azt kell megtanulni, hogy ott nem egyedül van, hanem neki alkalmazkodni kell, bizony néha türelmesnek kell lenni, néha nem mindig ő az első, és várakozni kell. Tehát ezek mind-mind jelek, már 3 évesen is, aki nem tudja az alkalmazkodásnak azt a ritmusát fölvenni, ami egy óvodai, vagy egy akár bármilyen közösségben, gyermekközösségben elvárható, azok már ott apró jelzések, hogy ez nem fog menni. Akkor vannak szorongó kisgyerekek. Ez egy pszichés állapot, tehát hogyha ő még mire elkezdődik, vagy elkezdődni az iskola, még akkor is benne ragad ebbe a nagy teljesítmény elvárásba magával szemben, vagy ebbe a szorongásos helyzetben, nyilván neki esetleg jobb, hogyha egy érettebb, egy megerősítettebb személyiséggel kezdi majd meg az iskolai éveket. Tehát sok mindent fel lehet már fedezni az óvoda 3-4 éve alatt, és akkor ilyenkorra meg kell születni egy döntésnek mind a két részről, szülői részről is, családi döntésnek, és az óvodapedagógus véleményét meghallgatva pedig egy közös döntésnek. Ezt szoktam mondani, hogy ebbe az a siker, hogyha ez közös és egyetértenek. Ott egy kicsit billeg, ahol ugye itt van konfliktus esetleg, bár hát az óvodapedagógusok most már ezt jó pár éve tudják, hogy ez a döntési lehetőség ugye nyilván nem az ő kezükben van, de jellemzően az a siker is, azt szoktam mondani, és óvodai igazgatói tapasztalatom is azt mondja, és a többi kollégám is, hogy azért nagyrészt megfogadják és elfogadják a szülők a szakemberek véleményét. Itt a szociális alapokról is szó esett, hát a gyerekeknek az egyik legfontosabb élet szakasza, amikor bölcsődébe, óvodába kerülnek, tehát közösségbe kerülnek. Milyen alapokat ad egyébként maga az óvoda vagy a bölcsőde ilyenkor? Nyilván most egy kicsit jobban fókuszáljunk az óvodákra. Milyen szociális utat ad ez a gyerekeknek, amin elindulhatnak? Alapvetően van egy nagyon helyes idézet, illetve egy ilyen mondat, hogy ami az élethez szükséges, gyakorlatilag azt az óvodában megtanuljuk. De hát ez így nagyon leegyszerűsíti ezt a dolgot, de összességében azt gondolom, hogy a társadalmi elvárásoknak való viselkedési formákat, tehát azt, hogy lehet önérvényesíteni, de csak odáig, ameddig ezzel más nem bántok, és másoknak nem okozok semmilyen kudarcot, fájdalmat.
ezt mind csak közösségben lehet elsajátítani, és ugye a közösségi nevelésnek pontosan ez a lényege, hogy ezeket a szociális tulajdonságokat finoman az óvodapedagógusok szépen kialakítsák, ezeket a szokás szabályrendszereket, amivel gyakorlatilag a gyerekek további életét könnyítjük meg, hiszen az élet elvárásai ezt hozzák majd a későbbi életszakaszokban. Ez a plusz egy év, amiről beszélgetünk tulajdonképpen az óvodában maradásról, hát tulajdonképpen ezt erősíti meg a gyermekben. Ilyenkor egy nagyobb önbizalommal is kerül az első osztályba egy gyermek. Hogyan kell ezt elképzelni? Hát ez attól függ, hogy miben történik az ő elmaradása. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy mindenki nagyon egyedi. Vannak olyan kisgyerekek, akik alapvetően testileg alkalmatlanok még arra. Tehát aprók, picik, aha, a régi időszakban úgy volt, hogy 18 kiló alatt nem nagyon engedtük el őket. Most már nincs ilyen szabály gyakorlatilag, tehát most már a testi fejlettségnek ezt a fokát nem nézzük, de azért vannak fontos testi jelek is. Tehát ha nem történik meg a fogváltás, nem történik meg ez a magasságbeli emelkedés, tehát ezek a testi változások, ha nem történnek meg, ezek már jelzések, és nyilván akkor, hogyha adunk neki még egy évet, akkor ezek hozhatnak ebben is fejlődést, hogy testileg is alkalmasabb lesz, és ugyanígy nézhetjük a többi készségképességi szintet, hogyha valamiben elmaradása van, akár figyelemkoncentrációban, akár szabálykövetésben, kötelességtudatban, hiszen egy óvodásnak is már azért kell, hogy tudnia dolgokat, és azt tudja, hogy ha azt bevállalta, akkor azt végig kell vinni, feladattudatnak kell kialakulni. Tehát, hogyha ezek egy kicsit billegnek ott még, akkor erre az a következő év, amikor ráfókuszálunk már arra, főleg, hogyha beilleszkedési, tanulási nehézsége van annak a kisgyereknek, akkor kap egy fejlesztő pedagógusi megsegítést, ami már koncentráltan azokra a készségekre, képességekre vonatkozik, akkor nyilván jobb kondíciókkal tud majd iskolában átkezdeni. Ha szociális volt ez az elmaradás, akkor meg erősödik a személyisége, az önbizalma, a kudarctűrő képessége, tehát akkor is hozzá tudunk tenni olyan dolgokat, amivel majd jobb alkalmazkodó képességgel tudja megkezdeni az iskolát. Mi a tapasztalat, hogy maga a fejlesztő pedagógus milyen alappilléreket ad tulajdonképpen a gyermeknek, de úgy az óvodának egyaránt, hogy mit tapasztalnak önök az óvodában, hogy amikor együtt dolgoznak a fejlesztő pedagógussal, hogy hétről hétre, hónapról hónapra az a gyermek fejlődik, hogyan kell ezt nekünk laikusoknak elképzelni? Így van, akár esén is kisgyerekről van szó, ugye sajátos nevelési igényű kisgyerekről, ott az utazógyógypedagógus hálózat segíti a munkánkat. Nagyon jó szakembereik vannak a székesfehérvári szakszolgálatnak. Jellemzően nagyon törekszenek arra is, hogy amíg a kisgyerekhez egy-egy gyógypedagógus jár, ott ugyanúgy az állandóság meglegyen, tehát nem veszik el a gyógypedagógusokat, hanem ugyanazok a gyógypedagógusok jönnek egy-két évig a kisgyerekek fejlesztésére. Ez a gyerekkor, tehát óvodáskorban fontos a személyi biztonság, én azt gondolom, tehát, hogy kötődik a személyhez, hiszen azért teszi meg a feladatokat jellemzően, mert szereti azt a felnőttet, az elvárásainak igyekszik megfelelni, és ez fontos, hogy akkor a gyógypedagógus személye is marad, és ők fejlesztik, és van lehetőség igen konzultációra az óvodapedagógussal, amikor megbeszélik, hogy éppen hol tartanak, és ugyanígy a fejlesztő pedagógusokkal is, amikor van egy ilyen nagyobb ugrás, akkor mindkét szakember tud örülni annak, hogy lám-lám, ezt elértük, végre ez a gyerek hozta ezt, amit kértem tőle, meg tudta csinálni, és ezek nagyon jó érzések, amikor egy kicsit látjuk annak értelmét, hogy tényleg ez megérte, megérett ez a gyerek arra, és hogy jó, hogy itt maradt még egy évet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos munka, és közös munka, csapatmunka, szülők, az óvoda, illetve hát az óvodában dolgozó pedagógusok között, hogy meglegyen ez a hármas, vagy ez a triumvirátus, ha lehet így mondani. Igen. És hát ugye az Oktatási Hivatal honlapján még elérhetőek ezek a kérelmek, ugye, amit beadhatnak a szülők, egészen pontosan 2024. január 18-áig, méghozzá azon a honlapon, hogy ohtan.oh.gov.hu, de ezt úgyis kírjuk majd a nézőknek a képernyőre. Tehát ezeket még kitölthetik, megtekinthetik ezeket a kérelmeket ugye a tankötelezettség halasztása kapcsán, és nagyon köszönöm, hogy ilyen értékes és információdús dolgokat hallhattunk
az óvoda igazgatónőtől, mert én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm. A vendégem Oláné Wagner Erika, a Tolnai utcai óvoda igazgatója volt. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Új év kezdődött, sokak számára fogadalmakkal indulhatott 2024. Az egyik ilyen lehet a sport, az egészséges életmód. Azonban nem mindegy, hogy hogyan állunk ennek neki, hogyha sok évig kihagytuk a mozgást. Túl vagyunk már az évvégi ünnepek nagy étkezésein, túllevésein. Ideje elkezdeni sportolni, mozogni, az izmainkat újra munkába lendíteni. Hogy hogyan tegyük mindezt, segítséget nyújthat egy személyi edző. Azt gondolom, hogy januárban hatalmas nagy kérdés, és mi az edzőteremben látjuk, hogy nagyon-nagyon fontos kérdés is lenne, hogy hogyan is álljunk ennek neki, hiszen hát a pezsgő elpukkantás, akkor mindenki megígéri és megfogadja magának, hogy még soha ilyen fantasztikus formát, ami nem volt, azt most összehozza ebben az évben. És általában azt látjuk, hogy sajnos ez február-márciusra egy kudarcos valaminek, hát gyakorlatilag egy nagyon rossz eredménye, vagy rossz tapasztalatokkal vége szakad ennek a nagy fellángolásnak. Így hát az egyik legfontosabb dolog azt gondolom mindenképpen a fokozatosság. Ha eddig nem sportoltunk semmit, akkor most ne akarjunk heti 5-ször jönni edzeni, hiszen hát az nem fog menni. Kettő pedig, amit én szoktam még látni nagy hibának, hogy nagyon nagy intenzitással lehet, hogy mondjuk azt meg tudja csinálni valaki, hogy heti 4-ször eljön, és ez nagyon jó, viszont nagyon nagy intenzitással kezd neki. Lehet, hogy egyszerűbb gyalogolni a 20-30 percet, mint mondjuk nekiállni futni 30-40 percet, mert az nem fog menni, az nem fog, ha eddig azt nem csináltam, nem fog menni. Zárójel, szerintem meg kell tanulni futni is, ezt kevesen foglalkoznak ezzel. Pecser Ádám azt is elmondta, a súlyokat és a gyakorlatot is sokszor helytelenül választhatjuk meg. Ezen kívül fontos a reális célkitűzés. Legyen egy szakember, legyen ott valakinek a segítségét nálunk is. Egyébként mi ezt sokszor mondjuk azt, hogy teljesen ingyenesen, szívesen díjtanul, mert nekünk az a fontos, hogy valaki jól edzen, szívesen adunk tanácsot. Úgyhogy legyen olyan valaki, aki nekünk ebben segít, hogy meg tudjuk tenni azt, amit itt az edzőteremben el szeretnénk érni. A másik pedig a reális célkitűzés és a cél kitűzése. Ne csak az legyen, hogy jobban akarok kinézni, hanem legyen egy olyan tervem, hogy ekkora és ekkora szeretnék 3-5x kilogrammot lefogyni. Az elején ez egy nagyon jól menő dolog lesz, mondhatnám azt, hogy szinte bármit csinálunk, elkezdünk mozogni és kevesebbet teszünk, akkor szinte biztos, hogy fogyni fogunk az első 1-2 hónapban. De ez meg fog torpanni. És ezért lenne jó, izgalmas úgy összerakni ezt a tervet, hogy egy benne legyen a fokozatosság, de kettő hosszú távúság is, és mindig legyen, ha ezt úgy szoktam mondani, ha már az elején kimaxolom azt, hogy nagyon sokat mozgok, és nagyon keveset eszek, akkor az a kérdés, hogy amikor megáll 2 hónap múlva ez az egész, akkor mihez nyúlok? Mert többet már nem tudok mozogni, és kevesebbet már nem tudok enni. Ezért mi lenne, hogyha mindig úgy raknám össze, hogy mindig csak annyit veszek el, vagy mindig csak annyival több, ami kell az aktuális fejlődéshez. Úgyhogy bár egyszerűnek tűnik ez az egész, de azért nem annyira egyszerű. A fokozatosság, a tervezettség, a jól megválasztott edzésforma, mert az is egy fontos dolog, amit még szoktam mondani, hogy van, aki él-hal a futásért, és van, aki pedig meghal a futástól, mert annyira rosszul érezni magát. Úgyhogy ha lehet egy jó tanács még, akkor az első hónap az legyen az öröm, a jól érzem magam, a szívesen jövök, mint amikor a gyerekeket viszik az óviba a beszoktatás időszakában, annak egy jó élménynek kell lenni, mert hogyha rossz élmény, akkor szerintem nehéz lesz azt a szegény gyereket odavinni sokszor, úgyhogy valahogy ezeknek a keveréke az, ami megadja nekünk a kulcsot. A lényeg tehát az elhatározás, a terv felépítése, a fokozatosság, megtalálni a megfelelő súlyt és gyakorlatot. Nem is hiányzik már más a vágyott alak eléréséhez, mint kitartás. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.